elköszöntelek. A Tudatos Rálátással előadás sorozatnak az 5. részét hallgatod, amelynek azt a címet adtam, hogy kinek az életét élen. Az előző előadást azzal zártam, hogy a totalitarista világszemléletről beszéltem, és az ahhoz kapcsolódó megoldási javaslatokról, cselekvési terv kapcsolatairól, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy abból a társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási szemléletből ki tud hozni a legjobbat saját magad, a gyermeked, a családod és a környezeted számára. Tény az, hogy a mostani világban nem könnyű, mondhatom, hogy nehéz boldogulni a tekintetben, hogy az egészségedet az egyensúly állapotában tud tartani, mind mentálisan, mind érzelmileg, mind fizikai szinten, majd, és ezt megelőzően, vagy ezt követően, a családodért, a gyermekedért, aki a mindened, a párodért, legelsősorban saját magadért. Miről is szól a totalitarizmus? Arról szól, és hangsúlyoztam ezt az előző előadásban, legalábbis igyekeztem hangsúlyt tenni arra, hogy itt nem arról van szó, hogy vannak jók, és vannak rosszak, és ez a gonosznak, meg a fénynek, meg a sötétségnek a párharca, ami dúl itt körülöttünk, és mi ki vagyunk téve a külső körülmények viszontagságának. Ez sokkal inkább arról szól, hogy az emberek milyen minőségben gondolkodnak, hogy téged milyen gondolatok foglalkoztatnak. Hogyha egyéni szinten megéljük, és az életünk részévé tesszük a destruktív gondolkodást, a lehúzó szellemiségű meghatározások szerinti életet, ha én saját magam elhiszem azt, hogy az egészségemért nem tehet más, csak a külső környezetbeli gyógyász, akadémikus orvos, bárki, aki a környezetemben van. Ha én elhiszem azt, hogy a gyermekeim oktatásáért nem tehet senki más, mint a külső környezetben található oktatási intézményi struktúra, és ha én elhiszem azt, hogy egy gazdasági világválság, vagy egy háborús helyzetben az egyedüli megoldás az, hogy amit a média sugal, akkor én elmulasztottam egy nagyon fontos dolgot. Elmulasztottam saját magamat meghatározni a dolgok rendjében, akkor én elmulasztottam gondolkodni a saját életemről. A totalitarista jelenlét éppen azt sugallja, nyomja, tolja felénk, hogy nyugodtan bízd rá magad a külső körülményekre, hogy higgy az irányító hatalomnak, hogy higgy abban, amit megmondanak neked. Hidd el azt, hogy csak ez és ez segíthet, fogadd el, hogy csak ilyen és ilyen körülmények között tudsz előre lépni, boldogulni, túlélni, tovább lépni, a gyermekedet ide és ide elhelyezni, hogy higgy, szinte vakon higgy, fogadd el az uralkodó struktúra által diktált dolgokat. Legyen ez akár technikai világ, legyen ez bármilyen szintű, ahogy soroltam, egészség, gazdaság, szociális dolgok, minden ide tartozik. Nem az a lényeg, hogy ez egy negatív oldal, és kiáll a jó oldalán és a rossz oldalán, ez nem egy csoportosulás, aki kezében a fél világ található, semmi ilyesmire nem gondolok. Én azt gondolom, és azt a tudást szeretném átadni, illetve szeretnélek megkérni, hogy gondolkodjunk el azon közösen, hogy vajon hogyan alakul a világ, hogyha az egyén szintjén, ahogyan te, úgy én is gondolkodom rajta, és változtatunk, hogy az egyén szintjén változtatunk gondolati mintázatokon. Ahogyan te, úgy én is változtatok, és képes vagyok minden nap, vagy hétről hétre, hónapról hónapra önmagamat
újra tekinteni a dolgokban önmagamat. Ahogyan te, úgy szeretnék én is gondolkodni arról, hogy ha hibát követtem el, már pedig mindannyian hibázunk, én is, akkor azt hogyan tudom a jövőben másképp csinálni? Hogyan tudom azt az adott folyamatot, azt a működést magasabb minőségben tenni? Mivel tudom jobban előre mozdítani a jót a családom vonatkozásában, ahogyan te is saját magad és a családod tekintetében? Tehát a totalitarista jelenlétre egy lehetséges válaszadásnak tartom azt, hogy mindannyian hozunk egy döntést arról, hogy mi az, ami az életünket szolgálja. Ehhez a gondolkodás szintjén szükséges változtatni, én azt tapasztalom, és így látom, így tartom helyesnek is. Nem tolom a külső körülmények viszontagságainak a korholására az életemet, nem helyezem oda a felelősséget, ehelyett úgy járok el, hogy önmagamat nézem meg ezekben a helyzetekben. Erre hívlak téged is. Tarts velem ezen az utazáson. Mögöttem a tengert láthatod. Azért fordítottam így a kamerát, és azért ültem le most egy viszonylag kényelmetlen sziklás talajon, mert szeretném, hogy együtt legyünk abban a gondolatban, hogy mi az, amit tehetünk a jóért. Mi az, amit te is megtehetsz azért, hogy egy napod a másikra épülve, egyik heted a másik után követve, hónapjaid, éveid, a gyermekeid évei, a családod évei jobbá váljanak, hogy mi az a gondolati mintázat, amin, hogyha változtatsz, akkor jobb lesz mindannyiatoknak. Erre az utazásra hívlak, erre a közös gondolkodásra hívlak, és miért választottam háttérnek a tengert? Egyrészt, mert jelen pillanatban itt pihenek, kevésbé a sziklás talajra gondolok, de a tengerpartra. Azért választottam a tengert, mert van egy gondolatom, amit nagyon szeretek ezzel kapcsolatban, és nagy szeretettel hívlak meg ehhez a gondolathoz téged is. Joggal vetülhet fel a kérdés, ahogy bennem is felvetült ez régen, hogy mégis rendben van, változtatok egy-két dolgon a mindennapokban, de ezek olyan apróságok, hogy mit számít az egész családom szempontjából, mit számít az, hogy én változtatok valamin, másképp kezdek el gondolkodni, mit számít ez társadalmi szinten, mit számít ez a teljes országra nézve, a világra nézve, a földbolygónkra, az univerzumunkra, a világ mindenség szempontjából. Mit ér, hogyha én csak egy dolgon változtatok? Mit jelent a tenger? A tenger számomra mindig azt jelenti, ez az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy ahogyan te, úgy én is, lehet, hogy egyetlen egy dolgon tudunk változtatni, vagy egy-egy apróságot teszünk meg az életben, a mindennapokban, bármire is gondolsz, az nem csak olyan pici, egyszerű apróság, hanem az a te teljes életednek a része, és nagyon is fontos. És lehet, hogy azt gondolod, hogy amit te teszel, vagy ahogyan másképp gondolkodsz, az egyetlen egy kicsi csepp a tengerben. De mi a tenger, hogyha nem a cseppek összessége? Ezért szeretném, hogy csatlakozz ehhez a közös gondolkodáshoz, hogy tegyünk együtt azért, hogy a minden pillanatok tudjanak örömtelibbekké válni. Azért legyen tudatos, mert ha nem is pillanatban, nem is minden pillanatban, de időszakonként meg tudsz állni, pihensz, szusszansz egyet, és végigtekinted a napodat, és rálátsz arra, hogy hát, ma helytelen volt az, hogy ezt is ezt tettem, vagy jobb lett volna úgy cselekedni, hogy... De mielőtt elkezded önostorozni magad, hogy miért nem voltam elég gyors, elég okos, miért nem döntöttem úgy, már rég elhatároztam, hogy így és így teszek, még mindig itt tartok. Szóval az önostorozás helyett
megteszed azt, hogy esténként, mondjuk lefekvés előtt átgondolod a napodat, újra gondolod azt, hogy ma dühös voltam a gyerekre, vagy úgy szóltam oda a páromnak, ahogy nem kellett volna, vagy anyámra rányomtam megint a telefont, vagy a főnök szétidegelt, és megengedtem azt, hogy annyira bosszankodtam, hogy délutánra már megfájdult a gyomrom. Ugye gyomorlapám szövet, bosszankodás, konfliktusnak a következménye. Tehát megteszed azt, hogy ezeket készen állsz arra, hogy újra gondold, akkor lehet, hogy egy cseppet tettél, de ez a sok-sok-sok cseppből táplálod a létezés óceánját. Ezért választottam ezt a hátteret, hogy örökre sugja mindannyiunknak, örökre lüktesse, dinamizálja azt a gondolkodási mintázatot, hogy igenis érdemes tenni. Melyek azok a megoldási eshetőségek, megoldási tervek, amelyekkel változtatni tudunk, ahogyan te, úgy én is, a mindennapok működésén. Utaltam arra, hogy a totalitarista szemléletet, hogy mindent kivesz a kezedből, minden gondolkodás, minden irányítást, e helyett visszaveszed az irányítást a kezedbe. A józan, szokták mondani, gyönyörű a magyar nyelv, imádom, józan paraszti észtel, tehát logikusan gondolkodva a dolgok logikáját látva, két elkedve, tehát kétségbe vonva, nyugodtan vont kétségbe azt, amit hallasz. Mindenki a saját véleményét mondja, nem biztos, hogy igaza van, magadban találd meg az igazságot. Tehát a tömeg helyett egy egyéni szintre emelve azt, ami számodra fontos. A tömeg pszichózis, a tömeg hipnózis, a tömeg jellegű vonulás, elhitetés, média által nyomott információs áradat, hogy ez téváradat-e vagy nem, döntsd el saját magad, de ehelyett a saját életed, egyéniséged, a saját magad szintjére emelni a kérdéseket és önmagadban megválaszolni azokat. A külső elvárások helyett, hogy én mindig elvárom, hogy kívülről majd segítsenek, majd ő megmondja, majd ő irányítja a rendszert, majd jöjjön helyre az egészségügyi rendszer, legyen jó oktatási rendszer Magyarországon, meg egyébként mindenhol. Szóval az ilyen jellegű gondolkodásmód helyett megértem, igazad van, tényleg legyenek jók ezek a rendszerek, működjenek jól. De addig is a gondolkodás szintjén lehet esetleg közösen azt újra gondolni, hogy mit tehetek én egyénileg azért, hogy a külső elvárásaim helyett a belső meghatározásaim legyenek azok, amelyek alapvetően irányítják és uralják az életemet. Az uralkodás szót a lehető legjobb értelemben véve mondom. Uralkodásról beszélek, hatalmasságról, a hatalmásság, mint hatalmának a mag ereje, ami benned van, a magerő, ami robban, ami hegyeket tud megmozdítani. Tehát én hatalmasságról beszélek, amivel a saját életedet, a szíved szeretetével irányítod, amivel hatsz a családodra. Tehát nem zsarnokság, ami egy nagyon alacsony minőség, hanem magas minőség, hatalmasság, belső megélések, a belső elhatározások szintjére emelni azt, ami a legfontosabb számodra. És ezek egyáltalán nem apró dolgok, nagyon nagy dolgok, és igazi sikert ad az életedbe. Tehát függetlenedni a külső körülmények viszontagságától, ez nagyon fontos. Miről szólt a parasztság? Miért hoztam ezt a példát? A parasztság, legalábbis a magyar parasztság, tipikusan jellemzően arról szólt, hogy ők önállátóak voltak mindig is. Természetes, hogy üldözte a rendszer. Hát azt mondták, hogy hát ezt ki kell nyírni, hát ami önellátó, önálló, önállóan gondolkodik, tud termelni magának, az nem jó, annak nem lehet eladni, annak nem lehet lenyomni a torkán ezt meg azt. Szóval egy picit megállni, egy picit visszatérni a józan paraszti gondolkodáshoz. Jó dolognak tartom. Mi kell ahhoz, hogy függetlenítsd magad a külső körülmények viszontagságától?
legelsősorban az kell, hogy te jól legyél. Ahhoz, hogy te jól légy, erről sokat beszéltem, már biztosan benned is már nagyon sok minden megérlelődött, döntéseket hoztál, folyamatosan változtatás alatt tartod az életedet, önvizsgálatot tartasz, és szeretnél tovább lépni, ahogyan én is ezt teszem, mindannyian. Rajta vagyunk ezen az úton. Tehát ahhoz, hogy te jól légy, ahhoz az szükséges, hogy a te gondolkodásodban, szellemiségedben, érzelmi állapotodban, szíved vágyában és a fizikai tested vonatkozásában jól érezd magad. De tudod, a háromdimenziós fizikai tested, ahogy az árnyékod, a 2D-s árnyékod, csak úgy tud mozogni, ahogy a 3D-s fizikai testedet te mozgatod. Hát ugyanez van negyedik dimenzióban a szellemiségeddel, ahogyan gondolatiságodban kiadsz egy parancsot. Hát ezt most jó értelemben mondom, a parancsoló hatalmasság, a hatalmasság. Tehát kiadsz egy mentális meghatározást a saját életed vonatkozásába, akkor az átíródik a háromdimenziós fizikai testre. Tehát a biológiai törvények azok azonnal működésben lépnek. A világegyetemi törvények, a természeti törvények működési rendjével együtt mozogni, együtt pulzálni, ez egy nagyon jó dolog. Ezért jó, hogy ismered a biológikát, de aki most kezdi ezt az utat, és ezeket a felismeréseket, és ez szerint esetleg bekapcsolódni, vagy beleengedni az életébe ezt a tudást, nektek is mondom, hogy én a magam részéről úgy gondolom, hogy nagyon megéri, mert a mindennapokban tud nyugalmat adni számodra, és ez nagyon fontos. Jó döntést én azt gondolom, hogy nyugalmi állapotban lehet hozni, tehát a nyugalmi józan állapotban. Tehát onnan kezdtem, hogy szóval mi kell ahhoz, hogy független is magad a külső körülmények viszontagságaitól? Hát legelőször az, hogy te jól legyél. Aztán jól legyél a pároddal, a feleségeddel, a férjeddel, a társaddal, a pároddal, akivel együtt vagy, jól legyél. Ehhez az kell, hogy ő is jól legyen. Tehát akkor megint visszahelyezkedünk ahhoz, hogy ő rá is vonatkozik az összes ilyen jellegű feltétel. Szellemszinten ő is szellemi minőségében irányítja a saját életét. A kérdés az, hogy vajon szabad akaratotokból tudjátok-e irányítani a szellemi léteteket, a gondolkodásmódotokat, ahogyan viszonyultok. Van-e szabad akaratotok e felett, vagy vannak olyan területek, ahol esetleg nincs, és azon érdemes lenne dolgozni. Mert ott még mindig van egy transzgenerációs lenyomat, egy jelenleg is a családban, jelen pillanatban is éltetett olyan mintázat, ami a ti életeteket már nem szolgálja, szabadulnátok tőle, akkor ezekre jó választ kell tudni adni, helyes, érzelmileg intelligens, megfelelő választ. Tehát akkor mi kell ahhoz, hogy függetlenítsd magad, hogy te jól legyél? 2, jól legyél a pároddal, társaddal, jól legyél a gyermekeddel. A gyermekeddel való jólétet alapjaiban én úgy gondolom új medicina szemlélettel, és leginkább egy világegyetemi törvényeket tiszteletben tartó szemlélettel, és azt szerint igyekszem én is élni az életemet, hogy ebben, az ebben való jó áramlásban maradjak. Ebben a tekintetben tudom azt mondani, hogy a gyermekkel való jólét alapvetően ott kezdődik, hogy a gyermekemnek megengedem az isteni kapcsolódást, hogy a gyermekemnek megengedem a természeti törvényekkel való együttrezgést, hogy megteszek mindent azért, hogy ő együtt tudjon maradni, mozogni az univerzális törvények dinamikájába, az ok-okozati törvényben, hogy együtt maradjon az igazság látásában,
hogy elkerüljem azt, hogy a hazug, mismásoló, lehúzó környezet helyett tudjon olyan környezetben szociális kapcsolatokat létesíteni, ahol igaz emberekkel találkozik, akik felelősséget akarnak vállalni az életükért. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, hogy egyre kevesebb ilyen ember van. Most azt mondod, hogy megnézed a baráti társaságodat, és alig-alig találsz esetleg ilyet. Rendben van, megértem. De most azért vagyunk együtt, hogy közösen alkossunk egy olyan teret, közösen gondolkodjunk azokról, közösen találjuk ki azokat a lépéseket, határozzuk meg azokat a gondolati formákat, amelyek előrébb visznek mindannyiunkat azért, hogy legyen egy emberi, szociális hálónk. Olyan szociális hálónk, amelyet tényleg tudsz használni, ami tényleg a te szolgálatodra van a legjobb értelembe véve. Tehát ahhoz, hogy a gyermekeddel is jól legyél, azt gondolom, hogy a legfontosabb, egyben a legtöbb, amit megtehetsz, hogy a kozmikus egyensúllyal, a természeti törvényekkel való kapcsolódását, tehát az isteni kapcsolódásában a lehető legkevesebbet nyúlok bele. Tehát megengedem neki, hogy kapcsolódjon a fűhöz, a fához, a bogárhoz, menjen katicabogarat nézni, szemlélje a füvet, legyen együtt a földdel, tudja, hogy mi, hogy működik. Megengedem neki, hogy a működéseket vizsgálja. Ő tudja, ő az igazságban létezik. Ő még nagyon közel van ahhoz, még nagyon kevés olyan, remélhetőleg kevesebb olyan impulzus érte, ami a hazugság, ami a destruktív lehúzás. Tudja az igazat. Látja, hallja, érzékeli, dübörög benne, és az a helyzet, hogy én ezt látom, és így is gondolom, hogy a szülő az első, aki megakadályozza azt, hogy a gyermek ebben a paradicsomi, isteni, kozmikus jólétben maradjon. Ezért ülünk mi most itt együtt, és ezért kértem azt, hogy indítsunk el egy közös gondolkodást, és ahogy te is beleteszel néhány cseppet a tengerbe, én is azon vagyok, hogy néhány cseppel, vagy nagyon sok cseppel hozzájáruljak ahhoz, hogy ebből aztán neked, a családodnak, mindannyiunk családjának és a gyermekeinknek egy olyan létóceánban való hajózási lehetőséget biztosítsunk, ami jó nekik, ami a jóért visz előre. Ahhoz, hogy jól működjön egy családi dinamika, vannak dolgok, amelyek nem megkerülhetőek. Ahhoz, hogy a gyermekeddel jól legyen a kapcsolatod, ahhoz nem megkerülhető a gyermeked édesapja vagy az édesanyja. Tehát a kapcsolódás, és itt nem csak egyszerű szociális kapcsolatokra gondolok, valódi, belső, mély, érzelmi, szívbeli kapcsolatra utalok most, hogy a kapcsolódáshoz nem lehet megkerülni a gyermeked apját, anyját. Nagyszülőként nem tudsz kapcsolódni az unokádhoz, hogyha meg akarod kerülni a szüleit. Ez nem így működik. Apaként tudsz kapcsolódni a gyermekhez, de soha nem lesz olyan kapcsolat, ami a gyermek szempontjából, ha őt kérdezném, akkor azt mondaná, hogy na tényleg olyan szeretet alapú, amire vágyom. Tehát nem tudsz úgy kapcsolódni, hogyha az anyához való kapcsolatodban erősen akadályozott vagy. Itt most nem arra gondolok, hogy fizikai akadályok, hogy életben van-e valaki vagy sem. Nem ez képezi az akadályt. Érzelmi akadályokról beszélek, haragról, indulatról, veszekedésekről. Jó, tehát józanul vitázni lehet, veszekedésről beszélek. Olyan nézetekről, amik összeegyeztethetetlenek, aminek a végén az ostor a gyereken csattan. Szoktam ezt mondani, tudod, haragszik valaki, dühösen hazamegy a férfi, és mert felbosszantotta a főnök, vagy az alkalmazottja, és akkor nyilván úgy fog odaszólni a feleségéhez, aztán a gyerekhez, a gyerek végül fölrúgja a macskát, vagy a kertet tönkretesz valamit, vagy egy féltéglával, nem tudom, megdobja a kerítést. Tehát a feszültséglevezetés folyamata,
Tehát nem megkerülhető, hogy ha jól akarsz együttműködni a gyermekeddel, hogy a köztes kapcsolatokat átugrod. Ezért nagyon fontos, ezért hoztam ezt a struktúrát, hogy szeretnéd, hogy független egy a külső körülmények viszontagságaitól, rendben van, akkor én azt gondolom, hogy a viszonyuláson, tehát a belső minőségeken érdemes változtatni. Te legyél jól, aztán légy jól a párod, a társod, a pároddal, a gyermekednek az édesanyjával, édesapjával, és légy jól a gyermekeddel, és alakíts ki egy olyan családi dinamikát, ami számotokra a lehető legjobb. Tehát, ha a gyermeked jól van, akkor minden rendben van, de a gyermeked akkor lesz jól, hogyha te jól vagy, hogyha ti jól vagytok. Ezek a megkerülhetetlen dolgok. Tehát a legfontosabb ezen dolgozni, mert természetes azonnali következmény, hogy a gyermeked meggyógyul egy elváltozásból, hogyha sikerült önmagadat újra gondolva, önmagad vizsgálatán keresztül megfogni, meghatározni azokat a dolgokat, amelyek gyökerében kiinduló pontként, akár legyen az a gyermeknek az indító programja, a születés, fogantatási program, az megelőző körülmények, akadályt képeznek. Ezeken kell dolgozni. Hogyan tovább? A hogyan tovább, tovább lépés egyik kérdése, amit nagyon fontosnak tartok, hogy meghatározod, hogy ki vagy te. Kinek az életét éled? Van-e szabad akaratod mindenben, vagy esetleg, hát az életet lehet nézni egy nagy tortának, és vannak szeletek, amiben esetleg nincs szabad akaratom, mert még mindig ott van a családi mintázat, még mindig ott van egy pszichogenetikai lenyomat, ami nem enged, ami miatt még mindig apuci kicsi lányaként viselkedsz, vagy anyuci kicsi fiaként, vagy anyám fiaként, teljesen mindegy, szándékosan mondom egy kicsit szándékosan húzom el ezt egy kicsit, ezt a mondatot, mert addig nincs nekem például szabad akaratom, amíg egy adott dologban, például a gyermekemmel kapcsolatban mondjuk apám kicsi lányaként, most idézőjelben mondom, működök. Tehát amíg én egy helyzetben, ahol a saját gyermekemet kellene megvédeni, előtérbe hozni, az apámat előbbre sorolom. Van-e szabad akaratom akkor a döntéseim felett? Meg tudom-e védeni a gyermekemet, ha még mindig, hát ha az apámat előrébb sorolom, akkor lehet, hogy mindig fut egy csomó olyan program, még egyszer mondom, a esetleges családi téves dinamika miatt, családi hitrendszerek miatt, ami miatt nem tudom megvédeni a gyermekemet, nem tudom megvédeni saját magamat. Hát amíg nincs szabad akaratom, addig nem tudom megvédeni magam. Hogy a túróba védeném meg a gyermekemet? Szóval, hogy kinek az életét éled? Kiért teszed? Kinek az életét éled? Saját magadért teszed a dolgokat? Vagy a társadért, a párodért, feleségedért, férjedért teszed azt a dolgot, amit teszel? Az újragondolást, az önismeret útján való haladást, a tovább lépések, vagy a gyermekedért teszed? Kiért? Hát ha önmagadért teszed, akkor úgy gondolom, hogy az egyik legjobb út, hogy kiszállsz a konfliktusok mókuskerekéből. Erre külön szeretettel ajánlok egy előadást, ezt is megtalálod az anyagok között, hogyha érdekel, szeretettel ajánlom. Tehát a konfliktusok mókuskerekéből való kiszállásnak az alapja az az, hogy az adott stressz helyzetekre, amit felismersz, érzelmileg intelligens, ez relatív, tehát a saját érzelmi intelligenciát szerinti legmagasabb minőségben adsz választ. Olyan választ, tehát gondolkodásmódban, kommunikációban és cselekedetben egyaránt, tehát ezek lekövetik egymást, együtt vannak, olyan választ, ami hozzád méltó. A méltóságon van a hangsúly. Mert mondtam, hogy egyéni az, hogy ki milyen érzelmi intelligencia szerinti döntést tud hozni. De az, hogy ez neked rangon aluli, vagy a méltóságoddal teljes, ezt azonnal tudod, érzed a zsigereidben, érzed, hogy rögtön rádobban a szíved, érzed, hogy az az igaz. Az szerint kell cselekedni, az szerint kommunikálni, az szerint gondolkodni, a többit meg újra gondolni.
mi kell még, hogyha azt mondod, hogy kiért teszed, kinek az életed, önmagadért, jó, akkor egy, kiszállsz a konfliktusaid mókus kerekéből, megteszel mindent azért, hogy ezeket a lépéseket, tehát teszed, éled ezt a dinamikát, a szülői téves mintákat leteszed. Leteszed a saját életedből, majd, amennyiben szülő vagy, szülőként, édesanyaként, édesapaként, nagyszülőként újra gondolod önmagadat, hogy te milyen mintaadó vagy. Gondold végig a helyzeteket. Érdemes időt szentelni rá. Ez egy csodálatos világ. Itt nem arról van szó, hogy egyre jobban szűkülök össze bűntudatom a felelősségvállalás miatt, meg lelkiismeretfutásom, és inkább hagyjuk a francba az egészet, mert sokkal vacakabbul érzem magam, mint tegnap azelőtt, hogy nem gondolkodtam róla. Szóval itt nem Mici Mackóról van szó, aki gondol, aztán bedugja a mézes csoportba a fejét, és ha jól laktam, akkor már is felejtettem, hogy hogyan kezdődött az egész, hanem ez egy gyönyörű világ, ez egy paradicsomi létállapot. A lét óceánjáról beszélek, én erre való hajózásra hívlak. Tehát tényleg érdemes megtenni, azonnali sikerélmény, olyan sikerélmény, hogy ismered a biológiát, ismered ennek a logikáját, vagy megismersz bizonyos területeket, ami számodra fontos, és azokban a területekben te már a nyugalom állapotában tudsz maradni. Mert van egy, például egy új medicinás ismereted, vagy van egy kvantumfizikai ismereted róla, vagy egy bármi, ami az univerzumot működteti, az ok-okozati összefüggéseket felismered, megismered, ismered a döntéshozatal logikus dinamikájának az eredményességét, a sikerélmény a tiéd. Felismerni a generációs mintázatok által hozott, a saját magad által hozott, és a saját magad által adott, jelen pillanatban is, dinamikusan adott, minden pillanatban adod még a gyermekednek. Minden pillanatban úgy reflektálsz még mindig a társadnak, párodnak, szerelmednek, szüleidnek, barátaidnak, és nem vagy már vele megelégedve, vagy felismered, hogy hopp, ezt másképp kellene csinálni. Csíp nyakon magad. Nincsenek ciki helyzetek. Nagyon fontos az, hogy tegyük végre félre, tegyük végre le azt az óriási puttonyt, keresztet, teli hátizsákot a hátunkról, tedd le te is, amiben szégyenérzet volt, bűntudat, lelkiismeret furdalás, tedd le. Nem kell, hogy húzza a hátadat, tedd le. És mától hozz egy döntést, hogy mostantól ezt én másképp csinálom. Másképp fogok gondolkodni. Csináltam azt és azt. Hülyeséget csináltam, vagy. Azt nagyon másképp kellett volna gondolkodni. Igen, csináltunk hülyeséget, attól még rendben van alapvetően az életed. Most hoz döntés, most ismert fel. Tedd meg, hogy másképp látod. Ha ehhez külső segítség szükséges, akkor külső segítséghez kell fordulni. Az is rendben van, hogy valaki terápiába vonul, az is rendben van, hogy van, aki úgy dönt, hogy maga oldja meg. Minden rendben van. Nincs ciki helyzet. Be kell fejezni a szégyenérzett programokat. Ez nagyon fontos. Főleg a magyar szellemiségként élő, leszületett emberként. Nagyon fontos ez a minőség. Ugye itt a történelmi hátterünk, most ha abban maradok, hogy mint transzgeneráció, történelmi háttér mintázat, nagyon ezt súlykolja. Próbálja. Hát súlykolja máshol. Tehát a környezetet súlykolja máshol. A te környezetedet alakítsd ki te újra. Gondold újra, tégy ezért. Tedd le ezt a batyut, és vegy föl egy új hátizsákot, és töltsd meg azzal, amit te jónak gondolsz, amit te mától a jóért tudsz tenni, az előrelépésért, a szellemi emelkedésért. Tehát kiért teszed? Ha önmagadért, akkor én azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket érdemes megtenni. Ha a párodért teszed, én azt mondod, hogy szeretnél érte tenni, érte jobbá válni, akkor hát nekem ilyenkor eszembe jött mindig egy pszichogenetikai kérdés, hogy no, vajon tényleg választottátok-e egymást, én kiválasztottam a társam, vagy ő engem, vagy van ilyen, hogy szabad akaratomból választottam? Hát van, amikor eljutottam arra a szintre, hogy letettem az összes pszichogenetikailag érintett mintázatomat, hát ember legyen a talpán jelenkorunk leszülöttjeként, aki ezt így teszi, ismerek én is egy-kettőt, hála a jó égnek, vannak nagyon tisztán gondolkodók, de én az életszerűségnél akarok maradni, és az a helyzet, hogy ahogyan lehet, hogy neked is van még min
tevékenykedned, újra gondolnod, szeretnél még többet tenni, változtatni, úgy én is ezt teszem, és a helyzet az, hogy nincs mindenben szabad akaratunk, és ahogyan kiválasztod a társadat, lehetséges, hogy abban sem volt szabad akaratod. Lehetséges az, hogy egy olyan társ mellett éled az életedet, vagy olyat választasz, vagy újra és újra belekerülsz egy olyan újrajátszásba, hogy no, megint egy olyan emberhez kapcsolódok, akivel hasonló trauma lenyomatokat tudtok, mint egy ilyen triggerpont benyomni, akivel úgy van közös megélésetek, és van ennek egy nagyon szép magas minősége, de lehet ennek alacsony minősége is, hogy olyan stressz helyzetbe sodor téged, amely a pszichogenetikai újrajátszás miatt történik meg. Tehát volt akár a gyermekkori születési programban, vagy a családi mintázatban, akár a mai napig éltetett, mert mondjuk a szüleid, a nagyszülők mindig éltetik a veszekedés programot, a vitázást, az állandó zsörtölődést, a habzok mindenért, a háborgás programot, amiből mindig háború van. Ezeket újra érdemes gondolni, és hozni egy döntést, hogy követem én ezt a mintázatot, akarok én erről beszélni egy családi ebéd alatt, vagy legalább az étkezés legyen egy emelkedett minőségű. Ezeket gondoljuk újra. Akarok én a háborgáshoz kapcsolódni, hogy háború legyen bennem gondolati szinten, struktúrában, vagy nem? Akarok én a dűindulat programokhoz kapcsolódni, aminek az alapja az, hogy még mindig bírálok, és még mindig ítélkezek, és aztán a vége, hogy esetleg a gyomrom fáj, vagy identitás konfliktusokhoz vezet, amiből esetleg aranyér programot tudok gyártni mag, vagy nem. Tehát újra gondolni, hogy az én felelősségem az, hogy az átadott minta az milyen minőségű. Nem az apám felelősség, nem az anyámé, nem a nagyszüleim, nem a dédszüleimé már. Felnőtt emberek vagyunk, saját egyéni felelősség az, hogy mit kezdesz azzal, mit kezdesz az életeddel, és mit kezdesz azzal, hogy milyen mintaadó vagy. De hangsúlyozom, ez egy csoda állapot. Tehát ennek a magas minőségeiben érdemes rezegni. Hogy igenis tudsz jó mintát adni, igenis minden pillanatban, amit átírsz, az egy nagyszerű dolog. Vannak olyan emberek, akik nagyon nehéz körülmények közül jönnek és emelkednek föl, és van, aki kívülről úgy tűnik, hogy hú, de könnyű neki az élet. Hidd el, hogy nem biztos, hogy úgy van. Hidd el, hogy nagyon-nagyon sok esetben nekik a legnehezebb. És onnan még tovább jutni érzelmileg, egy érzelmi intelligens mintázattal talán még nehezebb, mint annak, aki a kövek közül kaparta ki magának azt a magot, amit utána elültetett és almafává nőtt. Locsolgatta, szeretgette, puszilgatja, ölelgeti, és olyan gyümölcsöt terem, hogy még az unokái is boldog, egészséges, egyensúlyteli életet fognak élni. Tehát, hogy mit adsz át, azon múlik, nem az, hogy mit hozol. Ez a felelősségvállalás egyik nagyon jelentős alappillére. Hogy mától eldöntöm, hogy így és így lesz, ezt adom tovább. Mondok egy példát pszichogenetikai tartalom vonatkozásában. Nőként mondjuk kapcsolódok egy férfihez, szülök egy gyermeket, aztán elválunk. Kapcsolódok újra, másodszor is mondjuk férjhez megyek, és ott is lesz egy gyermek. És az első férjemtől mondjuk azért váltam el, mert egy olyan munkát végzett többek között, amit abszolút viselhetetlen volt számomra, az ő viselkedése viselhetetlen volt, elváltak útjai. Második házasság, megszületik a közös gyermek, minden úgy tűnik, hogy hű, de nagy boldogság van, öröm, mosolygás, felcseperedik a gyermek, mindent elkövettél addig nőként, vagy minden elkövettem addig nőként, hogy még véletlenül se kapcsolódjak az előző férjemhez, és mi történik? Az új házasságban született gyermek, mikor felcseperedik, iskolát választ, aztán elindul a munka frontján, ugyanazt a munkát végzi, mint a volt férjem. Megőrülök tőle, hogy a túróba választotta ezt. Ez úgy történik, hogy amikor te beengeded az anya mélybe, az akkori társadat, ez lenyomatot hagy. Tehát sejt memória szintjén az anya mély minden információt rögzít. Na most az azt követő fogalmások során ezeket az információkat a követő
lesz megszületendő, cseperedő magzat, ők mind magukévá teszik. Tehát itt ezt most a felelősségvállalás miatt hozom ezt a példát, hogy ez nem lehet megkerülni, hogy valamit tettem, vagy indulattal vagyok, vagy ítélettel, bírálattal vagyok, és akkor ezt most, na most ezt így, mint a, nem tudom, az asztalterítő, így kirántottam, a por félre söpröm, mint a meg se történt volna, és akkor jó, betemetjük sóval, homokkal, nem is létezik, tehát ez a struc politika. És akkor, hát most már nagy a boldog, nagyon örömteli helyzetben vagyok, mert mi... és előjön újra. Aztán újra, meg újra. Nem biztos, hogy a gyermekeddel kapcsolatban, lehet, hogy az új társaddal kapcsolatban, vagy saját magaddal. Tehát az újrajátszás. Ugyanúgy csinálod. Ez a felelősségvállásnak megint egy pontja, hogy látni azt, hogy amit te magadba engedsz információt, azt te őrzöd. Hát mondhatnám, hogy a genetikai tartományon marad. Így van. Pontosan mondom, az információs genetikai tartományodban marad, és tovább fogod örökíteni, mint információt. Ez tény. Hogy mit kezdesz vele, rajtad múlik. Na most itt a kétségbeesés helyett érdemes azt mondani, hogy jó, akkor hajrá, gyerünk! Változtassunk ebben is, gondoljuk újra, mit tehetek azért, hogy a társammal jobban legyek, mit tehetek azért, hogy jobb minőségű kapcsolatban legyek a gyermekemmel. Nagyon sokat tehetsz. Szóval a legfontosabb, segíts neki, támogasd. Nagyon sokszor hallom azt hölgyektől, hogy ők annyira haladnak előre az önismeret útján. Hát ezek ilyen címeres sztorik az önismeret útján, és hát a férjem, meg a párom, na, ilyen arcokat szoktam kapni, hát ő meg nagyon le van maradva, hát ezt így nem lehet együtt csinálni. És akkor még szoktam mondani, hogy nem az a dolog, hogy te abban gondolkodj, hogy te szárnyalsz, a másik meg nem tudom, a gödörményén van. Hát együtt vagytok, emeld föl, mesélj neki, de ne csacsogással, mondd el neki úgy, hogy a férfi számára érthető legyen. Tényeket, férfi gondolkodás, tényeket mondani, hölgyek. Nem elrepülni a nagyon szép a csillagos ég, meg a pillangó szárnyak, meg a rózsaszín felhő, én tudom, de ő férfi. Úgy közelíts hozzá, úgy támogasd, úgy segítsd, ahogy egy férfi energetikailag igényli. Fordítva, urak, a hölgyek felé ugyanez. Tehát, hogyha segíteni szeretnél neki, mert azt mondod, hogy neked új rálátásaid vannak, újra gondoltál dolgokat, de hát annyira lemaradt a párom, a társam, a nőm, hogy hát ez már tarthatatlan, hát támogasd, segítsd őt, emeld föl, mondd el neki, add át úgy, hogy számára érthető legyen. Mit teszel a gyermekeddel? Hát a maga nyelvezetén mindent átadsz úgy, hogy ő azt megértse. Nyilván nem latin rébuszokba fogsz beszélgetni vele, miközben legóztok a szőnyegen. Hát van különbség a között, hogy hát a kommunikáció gondolkodás módjában nincs különbség, hogy úgy mondd el, úgy add át. Te ismered őt a legjobban, remélhetőleg a környezetedbe. Tehát megtelted azt, hogy a teljes rezgésében jelen vagy. Maradj jelen az életébe a párodnak, a társadnak. Légy az, aki te légy az, aki ténylegesen jelen van. Szeresd őt úgy, ahogy ő szeretné, hogy szeresd. Nagyon fontos. Ne te döntsd el. Nem neked kell meghatározni, hogy kell szeretni. Tudd meg tőle. Érezd tőle. Lüktessen benned. És azt szerint tedd meg. És akkor rögtön óriási lépést tettél a közös egyensúlyotokért. Hogy mire érdemes odafigyelni. Nagyon sok mindenre, de hogy ő férfi tudjon maradni. Te pedig nő tudj maradni. Hogy a férfi meg tudjon érkezni haza. Hogy fészek várja, otthon várja, az meleg, az szelíd. Nőként szelídítek. Meleg, szelíd, békés, nyugalom van. Meg tud érkezni, hagyok neki időt megérkezni. Nőként, urak, megengedni, hogy beszéljen, hogy érzelmi biztonságra vágyik, hogy elsődleges, hogy biztonságban tudja magát, érezze, tudja, beszéljen róla,
fontos neki. Fontos a támogatás. Fontos, hogy teremtő férfi legyél. Fontos, hogy te legyél az Isten férfi. Fizikai szinten, érzelmi szinten, szellem szinten. Fontos, hogy te legyél a támasz. Fontos, hogy neked tudjon dőlni, mint egy tölgyfának, ami stabil, mert a gyökerei nagyon stabilak, és a lombkoronája az égig emelkedik, és égi áldást hoz, és égi információkat. Teremtő férfi légy az életében. És nem alázod meg a nőt, és nőként nem heréled ki a férfit, hanem megengeded neki, mert nő vagy, hogy ő teremtsen. És ezekből a programokból ki kell tudni lépni, hogyha találsz olyat, ami negatívan hat rátok. Szóval, kiért teszed? Önmagadért? Átbeszéltünk néhány kérdést ezzel kapcsolatban. A párodért? Akkor ezeket a dolgokat érdemesnek tartom újra gondolni. A gyermekedért teszed? Akkor, amit nagyon jónak tartok, hogy az indító programját újra tekinted, készen állsz arra, hogy újra vizsgáld, milyen körülmények között fogant, mi előzte meg a fogantatást 9 hónappal, fogantatás körülményei, a várandóság optimális esetben 9 hónapja, vagy amennyi volt, és a születését követő első életév programjait áttekinteni, hogy téged mi volt az, ami stresszelt, milyen konfliktusok értek, milyen helyzet, milyen külső körülmények viszontagságait élted, és mi az, amit úgy gondolsz, vagy látsz a gyermekeden, legyen ő még kisgyermek, serdülő, vagy már felnőtt ember, amit újra és újra játszik az életében, kapcsolatok szintjén, vagy gazdaságilag, vagy a családban való gondolkodás szintjén. Lásd ezt, nézd meg, és menj vissza az indító programra. Nagyon sokat lehet javítani, még nagyszülőként is, szülőként végképp. Nagyon bíztatlak arra, hogy tedd meg, mert csodálatos dolgokat, eredményeket lehet teremteni. Hogyha valami nem úgy történt, akkor traumát szelidíteni, akkor ezeket a konfliktusokat feloldani, szelidíteni, megoldani, érzelmileg intelligens választ adni, és újra gondolni, hogy te, tehát saját magadat a család dinamikában, hogy te mit tehetsz azért, hogy ezt az újrajátszást elkerüld a jövőben. Ez felelősségvállalásról szól, tehát felelősséget vállalok a saját életemért, és azokért a gondolatokért és cselekedetekért, amelyet mindennapokban én beteszek a családi képbe. Az önérzeti kérdéseket érdemes félretenni. Tehát ha megkérdezed a gyermekedet, ő fog válaszolni. Na most, ha ezt követi egy önérzeti program, mert te önérzeteskedsz, ez nem fogja előrevinni a te családodnak az egyensúlyi helyzetét. Tehát az önérzeteskedés az nagyon, nagyon nagy akadályokat gördít elé, blokkol téged. Képzeld el, önérzeteskedek, akkor megakadályozom magamat abban, hogy én befogadjam azt, amit a másik a jelenlétével szeretne átadni. Szóval saját magamat akadályozom, ezt abba kell hagyni. Önérzeteskedés, lelkiismeret furdalás, bűntudatprogramok, szégyenprogramok helyett egy óriási váltás, vált a képkocka, és az eddig miért nem, ezt azért nem csinálom, ezt azért nem, mert azt azért halogatom, mert ez az állandó miért nem helyett, hogyan igen. Igen, 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 hogyan igen, hogy tudom megoldani, hogyan előre, mit kell tennem azért, hogy... Ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz az kell, hogy ebben gondolkodni. Ez nagyon fontos. Ebbe adj mintát neki, így nőjön föl, és akkor nagyon eredményes, sikeres, de én ezt belső sikerre gondolok, sikeres emberré válik a gyermeked. Ehhez mi kell? Tiszta kommunikáció, tiszta gondolkodás, józan paraszti, tiszta gondolkodás, tudás, jelenlét és a nyugalom állapota. Ebben mintát adni, és akkor nagyszerűek lesztek. De nem csak szerű, hanem tényleg nagyjá váltok. Mindannyian, akiknek te mintát adsz, a környezeted elképesztő dinamikával tudod emelni, és ennek a hatásfokát is tudod emelni, ahogy rász erre a cselekvő aktív gondolkodás és cselekvő aktivitásra. Hogy hogyan javíthatsz azon, amit esetleg hoztál, vagy tettél, és nem értesz vele egyet, vagy belátod, hogy ez már nem szolgálja az életedet, vagy hogyan javíthatsz azon, amit ma gondolsz.
Hát erről terveztem a következő előadást tartani. Nagy szeretettel kívánok neked további nagyon-nagyon szép napot, és még egyszer zárszóként szeretném azt a gondolatot átadni, hogy minden egyes cseppel, amit teszel, a tengert gazdagítod. És a tenger és az óceán tényleg a te, a mi cseppjeinknek az összessége. Legyen csodálatos napod!